Jó estét kívánok a 60 televízió nézőinek, önök a kommentársoron következő adását látják, melyben az elmúlt heti jubileum kapcsán beszélgetünk meghívott vendégeinkkel, akiket szeretettel köszöntök a stúdióban, Sempergál Katalin igazgatóasszonyt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Szakálné Pályi Margitot, aki az intézmény vezetője, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És jó hosszú neve van ennek az egész szolgálatnak, melynek ön az igazgatója, és a fogyatékkal élők nappali intézményének volt az elmúlt héten a 15. jubileuma. De beszéljünk az egész intézmény egységről, hiszen ez egy hatalmas falat. Hány éves összesen, és mióta dolgozik itt ön, mint vezető? 2013-ban kezdtem el itt dolgozni, a Szociális Gyermekjólét és Egészségügyi Szolgálatnál. Ez egy nagyon nagy intézmény valóban, három szakterülettel foglalkozunk, úgy, mint gyermekvédelem, szociális alapellátás, illetve egészségügyi alapszolgáltatások. Ennek egy picinke szelete a fogyatékkal élők nappali intézménye, amely valóban a múlt hét folyamán ünnepelte a 15 éves évfordulóját. 2004-ben indult el az intézményünk, mert hogy 60 városában nem volt hasonló profilú intézmény, és a szülői kezdeményezésre az akkori városvezetés úgy látta jónak, hogy megérett a helyzet, hogy egy ilyen intézményt indítson a városban, ahol fogyatékkal élő emberek mindennapjaikat tölthetik. Ugye ez az intézmény a Bajcsi-Zsilinszky úton volt, aztán most már olyan körülmények közé került, amely sokkal impozánsabb, tágasabb, nyugodtabb, és most már végleges is. Így van. 2004-ben a Bajcsi úti ingatlanban kezdtek meg a napközi a működését. Ekkor még 15 férőhelyjel indult el az ottani intézmény, de az évek során úgy tűnt, hogy tulajdonképp korszerűtlenné is vált, mert hogy a létszám is növekedett. Most jelen pillanatban 17 férőhelyen működik az intézményünk. 2018-ban az önkormányzat segítségével a volt cukorgyári épületbe, egy felújított épületbe költözhettek be a fiataljaink. Jó, akkor rá is kanyarodhatunk az intézményre, az intézmény egység vagy az intézmény vezetője ön. Most per pillanat. Hányan vannak az ellátottak ebben az intézményben? Jelenleg 21 fiatallal van megállapodásunk, napi rendszerességgel 19 fő az, aki részt vesz az napközi mindennapjaiban. Itt ugye nappali ellátást nyújtunk, tehát reggel 8-tól délután 4 óráig lehetnek hétköznapokon. És hogy készültek erre a jubileumra? Hát a fiatalok nagyon számon tartanak minden évfordulót és minden eseményt, és nagyon várták ezt az ünnepséget. Meghívókat készítettünk, kitaláltuk, hogy kiket szeretnénk meghívni, és saját kezűleg készítettek meghívókat, amiket ők is írtak meg, illetve feldíszítettük a termet, szépítettük a teraszt, adományból vásároltunk székeket, asztalokat a teraszra, hogy még otthonosabbá tegyük, és még szebb legyen, amire az ünnepség lesz. Produkcióval is készültek a fiataljaink, egy közös énekléssel, illetve az egyik ellátottunk nagyon szép hangú, és ő egy elvállalta, hogy szólót énekel, és sikerült egy ismerőst megkérnünk, hogy hegedű szóval kísérje, illetve az Ramona pedig egy verssel is készült, amit előadott a közönségnek. Igazgatóasszony említést nyert azt, hogy azért adományokból szépítésre lehetőségek nyílnak. Milyen támogatóik vannak az intézmény hálózatnak? Magánszemélyek mellett, hál' Istennek, vannak egyéb támogatók is. Elmondható volt, hogy az tavalyi évben, a májusi hónapban azt hiszem, a 10.000 ütés napja alkalmából a belépő jegyek árát és egy jelentősebb összeget kaphatott meg az intézményünk. Továbbá, aki támogat bennünket az önkormányzat mellett, mert hogy polgármesteri keretből is szoktunk részesülni a programjainkhoz, az ÉTA Országos Szövetség.
Az ÉTA Országos Szövetségnek a vezetője, Pap Ágnes is részt vett az eseményen. Milyen apropóból vett részt rajta? Igen. Mindamellett, hogy a születésnapját ünnepeltük az intézményünknek, egy különleges alkalomra is sor került, mert az ÉTA Országos Szövetség által polgármester úr és a képviselőtestület Paritas díjat vehetett át. Ezt a díjat az ÉTA Országos Szövetség azoknak a települési önkormányzatoknak, városvezetőnek adományozza, akik a ÉTA tagszervezetek támogatása mellett, mert hogy ilyen tagszervezete vagyunk mi is, az ÉTA-nak a fogyatékkal élők nappali intézménye is, a tagszervezeti támogatás mellett még a településen tesznek azért, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű embereknek segítsenek. Tehát ez is már régebbi díj, tehát több év óta alapított díjról beszélünk. 14. alkalommal került átadásra ez a díj, Pap Ágnes elnök asszony adta át a polgármester úrnak. Miből állt ez a díj, mert nem mindenki látta a híradásokat, úgyhogy érdemes megemlíteni? A díjat egy fafaragó művész készítette el, külön-külön Magyarország címere és 60 város címere látható rajtuk. Egy meglepetés is volt itt az adományozás kapcsán, mégpedig egy pénzbeni adomány, de ennek inkább az eszmei értéke az az, ami növelte az értékét. Erről mit lehet tudni? Igen, való igaz. A Kossuth iskolás diákoknak a szülei gyűjtöttek számunkra pénzadományt. Ballagó virág helyett összeadták a virágárát a intézményi ellátottjaink javára. És akkor ezt megkapta az intézmény? Igen. Hogy hasznosan fordítsa? Igen. Említettük, hogy számos programra készül az intézmény, azt is említettük, hogy mindent megünnepelnek. Viszont vannak tervek, célok, elképzelések, hosszú távú jövő, és most a közeljövőben is egy nagy eseményre készülnek. Mit lehet erről tudni, igazgatóasszony? Október 4-én kerül megrendezésre az 5. esélyegyenlőségi nap itt 60-ban a Nagy Endre rendezvényteremben, önkormányzati hozzájárulással, illetve a tankerület által, mert hogy egy tankerületi pályázat részese ez a programunk most, illetve 5 szervezet együttműködésével, közreműködésével fog megvalósulni ez a jeles nap is. Ezt követően pedig minek utána örömmel értesültünk arról, hogy az ÉTA ismételten támogat bennünket, pályázati forrást nyertünk szabadidős program szervezésére. Október 10-11-én Szeged és Ópusztaszerre megyünk kirándulni a fiataljainkkal és a hozzátartozóikkal. Nagyon szépen köszönöm Önöknek, hogy elfogadták a meghívást. Gratulálunk tiszta szívből a születésnaphoz, a jelentős jubileumhoz, és további számos szép éveket kívánunk. Köszönjük szépen! Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét. Az igazgató asszony által említett esélyegyenlőségi napról egy másik adásban még szó lesz. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!